Évtizedek munkáját mutatja be a faszobrokat tartalmazó tárlat, ami most nyílt meg a Tolnai Magházban. Stancsik József alkotó még a pedagógiai főiskolán készítette első munkáját, a faszeretete viszont sokkal korábban megfogalmazódott benne. Gyakorlatilag Örkényben, ahol apró srác voltam, nagyon kis falu és paraszti életből, paraszti munkából élt mindenki jószerivel. És a parasztembernek arra szüksége volt, hogy ami nem volt meg, azt csinálja meg magának. És hát így kezdtem el én is a bicskát kezelni, meg a kést, és egyre több mindent faragtam meg magamnak, csináltam meg magamnak, és később aztán a főiskolán már, mikor művészekre is kacsingattam, szóval Borsos Miklósnak, ő volt az egyik kedvencem, ma is, és egy olyan kiállítását láttam, amire azt mondtam, hogy Jézus Mária, hát ilyet én is tudok csinálni. És láss csodát, nem tudtam, és sokat szorra sem tudtam, és egyszer csak elkezdett valamire hasonlítani, akkor meg már annyira föllelkesedtem, hogy na, akkor csináljuk. És gyakorlatilag így jutottam el odáig, hogy most már meg is veszik. Paraszti életből jöttem, ott éltem az életem jelentős részét, később is agronómusként kezdtem a pályámat. És engem annyira megfogott a paraszti életnek az a fajta tisztasága, amit gyerekként megtapasztaltam. Az a munka, az az életvitel, amire a parasztember rákényszerül. És amennyire tisztelettel, alázattal tudta ezt végigvinni, végigcsinálni, hogy én szentül meg vagyok győződve, hogy az egy olyan tiszta, ártatlan, szép élet, amit terjeszteni kellene, legalábbis a felfogást. Nincs két egyforma fa, így nincs két egyforma alapanyag sem, vallja az alkotó. Ha szabad ilyet mondani, hogy az arszpori poétikán is, hogy A fa él. A fával lehet üzenni, akkor is, hogyha kivágták. És én azt hiszem, hogy annyira emberközeli, és annyira végigkíséri az ember életét, hogy a fában gyakorlatilag minden benne van, amit az ember megél, vagy szeretne megélni. Meg lehet erőszakolni a fát, de az nagyon nem jön át. Tehát akkor az üzenet az mellé csúszik, ott valamit csúsztat az ember, és nem lesz meg a néző, meg az alkotó, meg a mű között a hármas összhang. Akkor jó, akkor szerencsés, hogyha így, ahogy édesapja mondta, hogy megvan a fában az adottság, és azt az adottságot tudjuk átvinni, és azzal tudunk kezdeni valamit. Stancsik József számára nem ismeretlen Tolna és a település környéke. A sportolóból lett alkotó ugyanis hosszú évek óta rendszeres vendég errefelé. Triatlon sport kitörése elején belecsöppentem ebbe a dologba, és jártunk le Faddomboriba minden évben versenyre is, meg edzőtáborozni is, és számos alkalommal laktunk itt bent Tolnán, itt kaptunk szállást, és innen az ismeretség Makó Zolival, Cenc Petivel, de hogy Tolnának van balassagyarmati kötődése is, a Hága Laci felesége, Eszti, ő meg balassagyarmati származású, úgyhogy igen, vannak kapcsolataink. Ugyanúgy Paksról például most van itt egy család, ő Kecskeméten volt nejemnek csoporttársa. Tehát a régió azért nagyon ismert, és sokat, 10 éve, 12 éve járunk ide Tolnába nyaralni a nagy családommal. Stancsik József Földközelben Rögök között című tárlata november 25-ig látogatható a Tolnai Magházban.